Igen nagy jókedvben, serényen folyt a munka azon a disznóvágáson, amit minden évben megtart a Váteszéki Székelyek baráti köre lassan 30 éve. Volt, aki Paksról érkezett segédkezni, mint ahogy teszi ezt évek óta. Jól összejön a baráti kör, és hol érezzük magunkat együtt, és ez összehozza a csapatot. Hogy mitől Székely? Az, hogy a székely közösség vágja a disznót, és saját célra, tehát nem eladási, nem kereskedelmi célra, és a székely közösséget jól összekovácsolja, illetve a hagyományokat őrizzük. Annyi van, hogy van bőrérszéken vágják a disznót, vagy rénfán, tehát vagy forrázzák. A székelyeknél korábban inkább perzselni szokták szalmával. Ezt ugye már egy kicsit átvettek a helyiektől, le van tisztítva, és a megpörkölt a disznó, tehát először ugye forrázzák, pörkölik, utána megy a rénfára, le van áztatva, le van mosva, le van kaparva, és újra fehér lesz a disznó, akkor ketté hasítva, itt van egy fél előttünk éppen, és szedjük szét. Rutinos mozdulatokkal szeletelte fel a disznót Kis Lajos böllér. Azt mondja, a hús feldolgozásában egy-két apróságon változtatott csak az elmúlt években. Én most így csinálom, tehát összevágom, hogy egy kicsit ilyen szaftos, zsíros is legyen benne, ne csak színhús. Volt, amit átvettem hentesektől. Hát például, hogy ketté hasítottam a disznót, azt másképp csináltuk, mint azelőtt levettem a fejét. És most meg a rénvason, vagy a rénfán szedjük szét mindjárt. Melyik a könnyebb? Hát ez nyilván könnyebb, mert nem kell még egyszer kézbe venni. 150, 200, 300, így körül lehetett az évek hosszú során. A hagyományőrző eseményen sokan gyűltek össze. A vendégek közül is többen kést ragadtak és beálltak a böllér mellé. A zöldség pucolásból is kivették a részüket a disznóvágás résztvevői. Más a fát pakolta az abalével teli üst alá, közben pedig fogyott a forralt bor. Nagyon finom a forralt bor. És egyébként minden évben részt vesz ezen a székely disznóvágás? Igen, mostanában mindig részt. Miért? Hát székely gyökereket ápolom. Édesapám bukomeni székely ember volt, és tovább ápolom a hagyományokat. Hát tulajdonképpen ez csak egy alkalom, hogy összejöjjön a közösség, ha jól értem. Hát igen, ez is egy alkalom. Az összetartásra, a közösség összetartására egy székely disznóvágás. Hát tulajdonképpen itt nem is az evés-iváson van a hangsúly. Hát az is egy hangsúly, de mégis itt az éves találkozások azért egy disznóvágáson egészen mások, mint hogy az utcán összefut az ember. Hát sajnos este már nem leszek itt, de biztos, hogy a káposzta, ami a ugye, székelyeknél egy ilyen nemzeti étel, tehát az, amit mindenki vár. Sőt, kolbász, hurka, az minden disznóvágáson van, de hát a káposzta, az székely, tehát a töltött káposzta, az a, ugye egy székely étel. Majd előkerültek a táskákból a házi készítésű sós finomságok. A lángost az éppen aznap 70 éves gazda Józsefné készítette. Én mindent szeretek. A társaságot, a készítést, mindent. Boldog vagyok. Boldog. Most főleg máma boldog vagyok, hogy megértem a 70 évet. A disznóvágáson a székely szokásoknak megfelelően készülnek a hagyományos disznótoros étkek. A székelyek így ápolják a sajátos székely magyar szellemi és anyagi kultúrát. Fontosnak tartják az utánpótlás kinevelését is. Reggel, mikor idejöttem hételára, akkor már voltak 10. Azóta csak jöttek, most meg már még többen vagyunk, mert jöttek az asszonyok, és lassan elkezdünk darálni, és akkor készül a galuska. A székely disznóvágás szervezője, a baráti kör vezetője azt mondja, azért jók ezek az események, mert összefogják a városban és környékén élő székelységet. Bár az elmúlt évtizedekben keveredtek a különböző csoportok, még mindig sok székely ember tudnak így megmozgatni, és segítik a település és környéke kulturális életét is. Ráadásul manapság már kevesen vágnak disznót, így ez az élmény plusz szint kölcsönöz az eseménynek. Ez az én célja az egésznek, hogy együtt legyünk. Most az, hogy székely disznóvágás vagy, ez így nem igaz, hanem az igaz, hogy a székelyek által elkészített disznóvágás, és azért jövünk össze, hogy jól érezzük magunkat. Minden évben kilátogat az eseményre Bozsolik Róbert, Váteszék polgármestere is.
A kezdet-kezdeti nem voltam jelen, de a népi legendák szerint ez több mint 30 éves hagyomány már a Bátaszéki és a Bátaszéki Székely Baráti Kör életében, hogy itt tél vége felé, tavasz kezdetén egy húshagyat előtt egy disznótort közösen megszerveznek, feldolgozzák a malackát, este egy természetesen egy vacsorában zárul. A korábbi forrásokból tudunk csak következtetni, amikor a bukovinai székelyeket Bátaszékre telepítették, de több száz székely származású élhet. Bár el kell mondani, hogy az elmúlt 40-50 évben ez már szintisztán nem lehet lebontani, hogy a bátaszékiek erejében felvidéki, sváb, székely vagy magyar vér csörgedez. Ez egy olyan szép kis egyveleggé vált is már az elmúlt évtizedekben. Talán ez is erősíti a települést ilyen szempontból, hogy sok nemzetiségük vagyunk, kicsit mindenben máshogy gondolkodunk, viszont ez viszi a települést előre. Mi az, amit mindenképp meg fog ma itt kóstolni? Hát nekem sok kedvencem van, de ugye a székelyek legjobb étele a káposzta, ami csomborral készül, azt sosem hagynám ki. A bukovinai székelyek országos szövetsége 1989-ben alakult, melynek alapító tagja volt a bátaszéki székelyek baráti köre is. Azóta működnek szervezeti formában. A kör a székely kórussal képviselteti magát a városi szövetségi rendezvényeken. Rendszeres résztvevője a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválnak is. A kórus jövőre ünnepli 50. évfordulóját.